igéből, van egy üzenetünk, és tegnap is volt egy áldott alkalom, és sok fontos dologról beszélhetünk, nem? Csak azon, hogy áldottan telegépültünk, bátorított minket az Úr. És szeretnék egy fontos témáról beszélni, ami hiszem, hogy egy olyan téma, amiben minden hívőnek egyre inkább meg kell gyökereznie, egyre inkább meg kell erősödni ebbe az igazságba. És tudom, hogy sokan ismeritek ezt a verset. Ez Efézus 2:6, ahol azt mondja, hogy vele együtt feltámasztok, hogy mennyire világá ültetett a Krisztus Jézusban. Hogy bemutassa az eljövendő világban kegyelmének méretetlen gazdagságát, irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Tehát itt Efézus 2-ben beszél Pál apostol, Isten Pál apostolon keresztül arról, hogy mi a mi identitásunk, mi a mi helyzetünk, hogy számolunk magunkkal, hogy mit végzett el Krisztus. És ez egy annyira fontos téma, hogy ezt megértsük, hogy a kereszténység igazából ettől gyönyörű és ettől teljesen más, mint a többi vallás. Hogy neked nem kell tornázni, nem kell ügyesnek lenni, nem kell erőködni. Nem az van, mint egy vállalatban, vagy egy cégnél, vagy egy munkahelyen, ahol elkezdődik a segédmunkás alatt valahol, és aztán szépen lassan tornázod fel magad. Volt egy munkahelyen, lakatoskodtam egy ideig, és volt egy ember, aki ezt mondta mindig, hogy alattam már csak a macska van, hogy így sugdosassak valakit, így gondolkodott magára, hogy mindenki fölöttem alattam már csak a macska van, és ez nyilván egy poén volt mindig. De tudod, így működik a világi rendszer, nem? Így működnek a munkahelyek, így működik a politika, igazából mindegyik működik, hogy te elkezded úgy, hogy senki vagy, a senki alatt vagy, és aztán valahogy szépen lassan, ahogy ugye teljesítesz, hogy régen följe a kedvenc. És ez a csodálatos Krisztusnál, hogy ő egyből a csúcsá helyezett téged. Olyan csodálatos, nem, hogy minden érdem nélkül ott vagy a mennyiek világában. Krisztus téged megelevenített, és egyből odaültetett téged maga mellé. Ugye, mint Mefibósetnél, hogy halált érdemelt Mefibóset. Nem tudom, hát mindenki ismeri a sztorit? Van valaki, aki nem ismeri Mefibóset történetét? Nyugodtan mondjátok meg, elmondom. Elmondjam? Oké, bólogattak, elmondom. Mefibóset, ő Jonatánnak a fia volt, és ugye ő volt a méltó trónörökös, ameddig Saul élt. Mert ugye Saul király volt az első király Izraelben, és a fia volt Jonatán. De aztán tudjuk, hogy Isten Dávidot akarta a királynak, és őt kente fel Sámuel. És ez miatt abban az időben az volt a szokás, hogyha valaki király lett, egy másik családi, vagy más dinasztia került a tróra, akkor az előző dinasztiából kiirtottak mindenkit, hogy nehogy valaki követelhesse a trónt. És ez volt a szokás, tehát ez teljesen normális volt, hogy ezt a családot kiirtották. És ugye Jonatán is, és Saul meghalt, és ott volt Mefibóset, és Dávidnak egyszer eszébe jutott, hogy ő hűséget fogadott Jonatánnak. És megkérdezte az egyik ilyen udvarában lévő embert, hogy ír-e még valaki Jonatán házából, hogy beteljesítsem az ilyen ígéretemet Jonatán háza felé, hogy az ő családjával, az ő rokonságával ő irgalmas leszek. És ugye mondja, hogy él a Mefibóset, aki egyébként mind a két lábára sárta volt, mert hogy menekült, mert félt, hogy meg fogja jönni majd Dávid, menekült a Mefibósetnek a dajkája, felejtett őt, mint babakorában, Mefibóset is mind a két lábára sárta lett. És
És aztán Dávid mondta, hogy hozzassátok ide ezt a Mefibóselet, aki közben ugye fölnőtt, és ugye azt mondja Mefibóselet, hogy ki vagyok, hogy ki vagyok én, hogy ilyen sátrakutyára, mint én, fölnézel. És Dávid azt mondta neki, hogy Mefibóselet, visszaadok mindent, minden vagyont, ami apádat Jonatánt illette, minden földterületet, és mindenhol azért az asztalonál étkezhetsz, mindenkor ide vagy hívva, hivatalos vagy, hogy jogod van itt tenni a király asztalánál. Ugye a legmagasabb méltóságú emberek ehettek a király asztalánál. Tehát ez a legmagasabb pozíció volt, amit Dávid adott Mefibósetnek, és jó azt látni, nem, hogy Mefibósetnek a béka felke alatt volt így az önazonossága, az önképe, az identitása. Tehát azt mondja, hogy sátrak kutya, vagy döglött kutya, lehet, hogy ezt mondja, hogy döglött kutya. És az nem érti, hogy én, aki eddig bujkáltam, nyomorult voltam, sánta vagyok, halált érdemlek, most ide hívsz engem a király asztalához, és ez történt velünk is. Olyan volt, mint egy döglött kutya, hogy mi a halált érdemeltük. És lehet, hogy sokan vagytok így, akinek ilyesmi volt az önazonossága, nem? Hogy nem gondoltunk túl sokat magunkról. De Isten azt mondta, a fiam vagy, ott vagy velem, amit ülsz a trónon, ott vagy mellette, a mennyiek világában, én örök életet adtam neked, te ott vagy a csúcson, mindent elértél, amit elérhetsz, és nyugodj ebbe. És annyira fontos megértenünk, hogy a mi új életünk erről szól, mi a mennyben vagyunk Krisztus. És tudom, hogy ezt így kicsit nehéz. Ezt így nem tudom, hogy ti küzdöttetek ezzel, hogy tudod, elfogadjátok, hogy most ez hogy van? Tehát itt vagyok, tapasztalom, hogy a korlátaim, az a bűneimet, de azt írja az ige, hogy én a mennyben lettem ültetve a Krisztussal. És igazából ez az új azonosságunk, oké? Okay? Van egy régi azonosságunk, és van egy új azonosságunk. És ezt csak hitáltal tudjuk megérteni, csak hitáltal tudunk ebbe kapaszkodni. És az 1 Korintus 15-ben írja ezt, hogy 45-ös versben, hogy az első ember a föld korából, a második ember pedig a mennyből való. Oké? Okay? Tehát az első emberünk, a mi első emberünk, ahogy megszülettünk, a föld korából való. Ugye? Tehát ezt mondta Isten, hogy a földből vintettél, a földbe fogsz visszamenni, és ezt látjuk, hogy ez történt. Tehát a mi testünk, minden, ami benne van, ez nem több, mint ásványi anyagok, mindenféle természetes anyag, ami ugye tudjuk, hogy szép lassan vagy elbomlik halálunk után, tehát ennyi, a föld korából vagy. De azt mondja, a második ember, és akik itt vagytok és újját születtetek, van egy második emberetek, van egy új emberetek, és azt mondja, ez a mennyből való, ez örökké való, és ez a mi új azonosságunk, ugye? A 2 Korintus 5:11 azt mondja, hogy mert minden újjá lett, a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Oké? Okay? És azt mondja, hogy ma van egy új embered, és az János 1:13-ban azt mondja, hogy akik nem a test, nem a férfi akaratából, hanem Istenből, Istentől születtek. Úgyhogy a második emberünk az Istentől van, és azt mondja ez, hogy a mennyből van. Oké? Okay? Az új emberünk a mennyből való, és oda tartozunk. És csak ezen gondolkodtam, és erről akartam egy kicsit beszélni, hogy Látok kétféle hívőt. Az egyik hívő az, aki ebbe az identitásába erősödik meg, hogy én a föld porából való vagyok. Nem? Hogy így a földi dolgokhoz vonzódik, a materiális dolgok. Tudod, hogy minden ide kötti, beszélgetsz vele, és tudod, próbálsz vele beszélgetni szellemi témákról, próbálsz vele beszélgetni Krisztusról, a Biblia igazsága erős is. Homály neki az egész. Teljesen távol van tőle. Inkább azt mondja, hogy beszélgessünk mit a munkáról. Beszélgessünk mondjuk a... Politikáról. És minden azt látható, hogy minden ide köti. Pedig hívő. De nem erősödött meg az új azonosságába, az új identitásába. És annyira könnyen lehetünk ilyenek, nem? Nem tudom, emléket, Gyöngyi, lehet, hogy te még emlékszel. Amikor elkezdtünk ide járni Békésőbe, azt hiszem ez volt a második vagy harmadik alkalom, amikor prédikáltam erről, hogy ugye a hívő élet az olyan, mint egy emeletes ház. Ugye, emlékszel rá? Hogy van egy földszint,
van egy földszintje az életünknek, ugye, ahol élhetünk. Hogy? Semmi. De van alap is, az Krisztus. De van a földszintje, oké? Okay? És könnyen lehet csak így a földszinten élni az életem, amit történik, tudod, a munka, a politika, a pénzügyek, az anyagi nehézségek, mondjatok még ilyeneket. Mondjatok. Drága a benzin, rossz szomszéd, ugye? Milyen drága a benzin. És lehet valaki így erről beszélni, tudod, ez forgó az elmében, nézi a benzinkutakat itt. 389-it, 390-et, nem hiszem el már, hétről hétre drágul, tudod. És ezek így lefoglalják az elmét, ezek a földszinten lévő dolgok. Vagy lefoglalja azt, hogy a főnök miért beszél velem mindig így, nem bírom már ezt, tudod. Miért van az, hogy csak ennyit keresek? Itt van valaki, aki sokkal rosszabbul dolgozik, mint én, de én mégis csak ennyit keresek. És tehát ezek a látható dolgok, ezek, amik így történnek velünk a hétköznapokban, amik így impulzusként élnek minket. És könnyen lehet, hogy így ezekhez kapcsolódik egy hívő, ebbe gyökerezik, ebbe erősödik meg. És figyeljetek, nincs szörnyű annál, amikor ott van egy hívő a halálos ágyon, és nem tudja földolgozni, hogy ő most meg fog halni. Érted? Hívő, de annyira hozzá kötődött már ez a világhoz, annyira ebben lett az azonossága, hogy én ide tartozok, én nem akarok innen elmenni, itt van a sok vagyon, itt van az autó, itt van a, nem tudom, a kapcsolataim, és ebben gyökereztem, mert csak a földszinten élte az életét. Az emeleti szint az ilyen pókhálós, oké? Okay? Nagy rumli van, látszik, hogy soha nem járt ott, vagy egyszer-kétszer az életében. Ő nem sűrűn. És a kérdés az, hogy tényleg melyik szinten akarod élni az életedet? Mindig itt a földszinten maradsz, vagy gyakran fölmész az emeleti szintre, ahol az Úrral vagy a felső szobában, ahol megtapasztod az imádatot, ahol megtapasztod azt, hogy az Úr szól hozzád, ahol megerősödsz az új identitásodban, megerősödsz abban, hogy igen, a mennyi állampolgár vagyok, Filippi 3:20, nem tudom, ismeritek ezt az igét, keretezzétek be. Szoktam mondani ilyen hallmark, ez mit jelent a hallmark amúgy? Ilyen mérföldkő, vagy ilyen sarokkő, vagy ilyen mérföldkő. Igen, ilyen mérföld, tehát ilyen fontos, alapvető igeversek, amiket csak kell, hogy ott legyen az elmédben, jó? Kell, hogy ezeket betáraszt. Filippi 3:20. Nekünk pedig a mennyben van a polgárjogunk, ahol az Úr Jézus Krisztus is vár, üdvözítő. Jó? Ha ez nincs ott egy hívőnek az elmében, akkor az a kérdés, hogy mivel kapaszkodsz? Mi az, amiben fölfrissülsz? Mi az, amiben meg tudsz újulni, amikor így elkezdenek lehúzni a földi dolgok, a földi nehézségek, a problémák? És kell, hogy ezek ott legyenek. Nekem a mennyben van polgárjogom. Én onnan várom az Úr Jézus Krisztust. Úgyhogy, igen, szerintem ez egy nagyon fontos téma, hogy mennyi szer vagy ott a felső szobában, mekkora kupi van ott. Mekkora pókháló van ott. Tudod, vagy igazából ismered azt a helyet? Igazából sűrűben vagy fönn, mint lent. Oké? Okay? És tudom, hogy olyan világunk, ahol nem élhetjük csak fönt az életünket, csak a felső szobában. Igen, le kell jönni. Vannak hétköznapok, vannak teendők, vannak problémák. De a kérdésem az, hogy mennyire vagy megerősödve ebbe az új azonosságodba. Mennyire érted ezt, hogy te oda tartozol? Mennyire éled így az életedet? Mert kétféle élet van, még egyszer mondom. Van egy élet, amikor úgy érzi, hogy ez minden. Ez minden, ami itt van. És valami homályos, hogy ott majd lesz fönt valami. De azt nem tudjuk, hogy milyen lesz. Igazából ez érdekel, mert most ez az aktuális, ez a valós, ezt látom. Ebben élnek impulzusok. Itt van a probléma, itt van az anyagi nehézség. És nem tudom, tegnap beszélgettünk valami ilyesmiről, hogy lehet, hogy Ildikó mondta, vagy Sanyi, már nem tudom, hogy kis dolgokból nagy problémákat csinálnak az ember. Gyuri, te mondtad? Igen, te lettél a harmadik tippem. Hogy az emberek kis dolgokból nagy ügyeket csinálnak, nagy problémákat csinálnak, és tudod miért? Mert nincsenek megerősödve a mennyei azonosságukban. Nem gondolkodnak úgy, hogy figyelj, ezek itt, de minden lényegtelen. Elhúlik. Ezek részletkérdések. Tudod,
5 év múlva semmilyen szinten nem fogsz emlékezni arra, ami most probléma az életedben. De hadd mondjak valamit, lehet, hogy 2 hét múlva nem fogsz emlékezni, mi volt a probléma ma. És könnyen lehetnek ezek ilyen nagy dolgok. És ebbe vagy belegyökerezve. Ezekhez kapcsolódsz, ezekhez kötődnek a szálaid. És amikor Isten haza akar menni, akkor csak így nehéz kiszakítani a fát, hogy nagyon mélyen belegyökerezett ebbe a világba és a materiális dolgokba. És olyan nehezen megy föl a mennybe, nem? És vannak, akik mondjuk csüt, tudod, észre se vette, hogy a mennyben van. Mert eddig is úgy élt, hogy a mennyhez tartozik. Eddig is oda gyűjtötte a kincseit. Eddig is erről gondolkodott, ugye, mint a vándor. Annyira szeretem ezt a dalat, jól egyszer énekelni. Hogy arra tette fel az életét, hogy egy napon majd célba ér. Oké? Ez a Pintér Bélának a dala. Úgyhogy én csak ebbe akarom bátorítani magunkat, hogy mi lenne, ha így élnünk. Hogy erre tesszük fel az életünket. Hogy egy napon célba érünk. Hogy ami történik, az igazából részletkérdés. Ez el fog múlni. És oda gyűjtjük a kincsünket. Ezekről gondolkodunk, és még hadd olvassam fel ezt a Filippi 3:1-4. Azt mondja, hogy ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van. Oké? Ha tehát feltámadtatok. Feltámadtunk? Feltámadtunk, dicsőség az Úrnak, feltámadtunk vele együtt, és vele együtt ültetett a mennyek világába. Ha tehát feltámadhatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Azt mondja a Csia, hogy az odafennvalókkal járassátok az eszeteket. Ez jó, nem? Egy hívő, aki ezzel járhatja az eszét. Egy hívő, aki ezt melegeti a szívébe. Egy hívő, aki tudja, hogy a mennyben van a polgárjoga. Egy hívő, aki tudja, hogy ez a reménysége. Ebben van meggyökerezve, megerősödve. Igazából nincsen túl nagy hatással rá a földi impulzusok, a földi problémák. Mert tisztában van vele, hogy minden ideig való. Minden el fog múlni. És ezekről gondolkodik. Mert meghaltatok. Halleluja. És a ti életetek el van értve a Krisztussal együtt Istenben. Olyan, hogy nem. Ami földi azonosságunk, földi életünk, a régi óemberünk meghalt. És ez miatt Krisztus előtt el vagyok rejtve az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Annyit gondolkodtam, ez mit jelenthet. Szerintetek mit jelent ez? Amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Hogy várjunk el? Tehát Krisztus megjelenik, hogy vele együtt én is megjelenek dicsőségben. Ez mit jelent? Hogy? Krisztusban lesz. Igen, oké, Krisztusban vagyunk, de mit jelent ez, hogy vele együtt megjelenek dicsőségben? Az, hogy eddig át volt rejtve az az élet, és lehet, hogy akkor ezt nyilván van. Igen. Igen, vagyunk, vele vagyunk, de amikor... De ez nem nyilvánvaló, nem? Igen, de a szemünkkel is aláthatóan válik. Igen. Mi is ott vagyunk. Igen. Ugye azt mondja Egy János 3:2, sőt, 1-től. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irányunk az Atya. Isten gyermekére felvesznek minket, és azok is vagyunk, hallelúja. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lehet nyilvánvaló, mivé leszünk. Mikor lesz nyilvánvaló? Amikor Krisztus megjelenik, és vele együtt mi is megjelenik dicsőségben. Úgy értem, akkor lesz nyilvánvaló, hogy ez mindig az volt. És én azt hittem, hogy ez így, tudod, ilyen félig vicc, félig komoly, hogy én, nekem mennyben is van egy azonosságom, hogy én oda tartozok, hogy vele együtt el vagyok rejtve, és akkor megjelenik. És nyilvánvaló lesz, hogy én ez vagyok, ez én új emberem. Úgyhogy, és azt mondja, hogy még nem lehet nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóval leszünk hozzá, mert olyanra fogjuk látni őt, ami a valójában. Ez jó, nem? Amikor ez nyilvánvaló lesz, olyan leszünk, mint Jézus Krisztus. És ez dicsőséges lesz. Úgyhogy csak fontos, hogy ebben megerősödjünk, nem? Hogy amit látható, az annyira nem a végleges állapot. Tudod, hogy látjuk egymást, ez nem a végleges. Mert lesz egy megdicsőült állapotunk.
és nekünk van egy mennyi azonosságunk, vele együtt el vagyunk rejtve a Krisztusban, az új emberünkben. Úgyhogy csak mi lenne, hogyha ezeket keresnénk? Mi lenne, ha ezek felül gondolkodnánk, ha ezek felül lennénk izgatottak, ha sűrűn fölmennénk a felső szobába, és hadd mondjam azt, mi lenne akkor, csak gondolkodtam, mi lenne akkor, hogyha egy hívő jobban otthon érezni magát a felső szinten, mint az alsó szinten. Ez milyen csodálatos, nem? Isten bármit el tud végezni ezen a hívő keresztül. Úgyhogy nekem csak ez a vágyam, hogy én akarok egy ilyen hívő lenni, aki sűrűn fölmegy felső szintre, és megvallom ezeket. Uram, hozzátartozom. Uram, én nekem az mennyben van a polgárjogom. Uram, nincs itt maradandó városom. Zsidók 13-ban. És ezekről szeretnék gondolkodni. Ezekről akarom járatni az eszemet. Mert végülis ezek az örökkévalók, nem? Végülis ez az, ami megmarad. És csak erre akarom bátorítani magunkat is gyülekezetként, hogy annyira sok olyan hívőt látok, aki valahogy nem keresi a szellemi közösséget. Valahogy nem érzi otthon magát, amikor ilyenről van szó, pedig hívő, pedig van egy új életen, de mintha nem lenne ilyen szellemi vágya dolgokra. És is látom ezt, és most tudod, ez mindenféle károsztatás nélkül, de ha inged, akkor vedd magadra, de csak látom azt, hogy mondjuk összejön valahol, akár Szegeden is fiatalokkal, vagy van egy gyülekezeti összejövetel, és páran összejönnek, beszélgetnek szellemi dolgokról, Isten dolgairól, és valaki meghallja, és mondja, most megint erről van szó, hogy hallgatja egy kicsit, aztán tovább megy, és elkezdenek, tudom én, butaságokról beszélgetni, vagy tudod poénkodni, és tudod, értem ezt, oké. Egy darabig én is szeretek viccelődni, vagy tudod, én sem vagyok egy ilyen merev ember. De az furcsán, amikor egy hívőnek nincsen szellemi igénye arra, hogy közösségben legyen. Tudod, van egy beszélgetés, összejönnek testvérek, és hogy nehéz kedvelményezni a szellemi dolgokat. De miért? Nem ezekről járatják az a lyukat? Nem? Nem ezeken gondolkodnak? És a válasz nem. De ez szomorú, hogy van olyan, hogy nem. Van olyan, hogy más dolgokról járatják az a lyukat. A szív teljeségéből szól. És ezzel akartam folytatni, hogy Jézus ezt mondja, hogy amivel csorbótig van a szív, az szólja a száj. Tehát igazából kijön egy ilyen alkalmával, hogy tényleg mi az, ami leköt. Mikor volt a utoljára fönt, nem? A felső szinten. Vagy mennyire csak itt éled az életedet. Úgyhogy csak jó van egy ilyen közösség lenni, nem? Ahol összejövünk, és természetes, hogy erről beszélünk. Természetes, hogy ebben bátorítjuk egymást. Természetes, hogy ebben erősítjük egymást. Hogy nem tesz szerint ismerjük egymást, hanem az új emberben, a Krisztusban ismerjük egymást. Mert tudjuk, hogy ami itt van, az egy átmeneti állapot. Ahol én most tartok, az egy átmeneti állapot, mert nyilván elbukók vannak hiányosságai. De nem ebben erősítjük egymást, mert tudjuk, hogy amikor nyilvánvaló lesz, hasonlóvá lesz, hogy Janika Jézus Krisztusban. Sőt, majdnem ugyanolyan lesz, mint Jézus Krisztus. Mert nyilván nem lehetünk maga Jézus Krisztus, de azt mondjuk, hasonlóvá leszünk hozzá. És ebben erősíthetjük egymást, hogy van egy mennyi azonosságunk. Tudtad, hogy nem kell, hogy ezek lehúzzanak, ezek a bűnök? Mert neked van egy mennyi azonosságod. És Isten úgy lát téged, és Isten ebben erősít téged. Isten nem a bukásodban erősít téged, nem az óemeletben lát téged, nem ebben erősít. Hanem azt mondja, hogy én tudom, hogy te szent vagy, tudom, hogy te tökéletes vagy. És jó ebben megerősödni, jó ebben újból helyreállni. Úgyhogy kicsit így elkezdünk fókuszálni ugye erre a földi életünkre, vagy akár az olyemberekre, vagy a bűneinkre. Ja, úgyhogy talán csak ennyit akartam mondani. Jó, hogy van egy ugyanolvasat, és engem ez nyitán lesz. És ügyétek, hogy ez sokkal valósabb, mint amit most tapasztalsz. Mert azt gondolod meg, hogy oké, de ez nem annyira valós, ezt nem látom. De hívő, hogy sokkal valósabb, mint amit most tapasztalsz. Mert az örökkévaló, ez pedig ideigvaló. Ez el fog múlni ez időszak, ez állapot el fog múlni. És a mennyi azonosság pedig örökkévaló. Okay? És jó ebben járatni magunkat, jó ezekről gondolkodni, jó ezeket erősíteni magamban. És jó sűrűn fölmenni a felső szintre. Okay? Mert könnyen lehet hívőként csak a földszinten, könnyen lehet csak.
ezekről beszélgetni, ezekről gondolkodni, ez miatt fájdítani a fejünket, a problémák miatt, a nehézségek, az aktuális dolgok miatt, és csak valahogy ez kimarad. És aztán Ildikó mondta ezt a tegnapi beszélgetésen, hogy volt egy ilyen élmény, amikor úgy érezte, hogy közel van a halálhoz, és megtapasztalta ezt az érzést, hogy fú, tényleg ennyi volt? És olyan nem érezte készen magát, hogy elmenjen, hogy hazamenjen, tudod, és csak nem akarok egy ilyen állapotban lenni, hanem én ebbe akarok megerősödni, és azt akarom, hogy végig is a halál azt észre se vegyem, hanem csak így tudod, átsuttyantam, tudod, észre se vettem, még igazából nem kötött ide semmi. Én vándor voltam, eredtettem az életemet, hogy egy nap tudom, hogy hazamegyek, és tudom, hogy az az én örök identitásom, az örök azonosságom, és ez miatt nem gyűjtök kincseket a Földön, mert ezt mondja Jézus, ne gyűjtsetek kincseket a Földön, ne legyenek kincsek igazán a Földön, mert hidd el, hogy ezek így kötnek a világhoz, kötnek a földi azonosságodhoz, a földi identitásodhoz, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben, gondolkodjatok azokról, hogy járassátok magatokat azokban. Ha beszélgettek, összejöttök, beszélgessetek Krisztusról, Krisztus dolgairól, Krisztus beszéde gazdagolnakozik bennetek. És aztán így folytatja a Kolossi 3:5-ben, hogy öljétek meg, tehát tagjaitokban azt, ami földi, és csak ennyit akarok felolvasni ebből, jó? Öljük meg a tagjaitokban azt, ami földi, mert ezek kötnek minket, ezek lehúznak minket, ezektől nem tud erősödni a mennyi azonosságunk. Úgyhogy figyeljetek, én szerintem az dicsőség, hogyha valaki azt mondja, mintha ez ember nem is itt élne a Földön. Hát, jó mondod testvér, így van, én a mennyben élek. Ott van az én azonosságom. Tudod, mintha egy másik bolygó lenne. Igen, én a mennyhez tartozok. Nekem ez a Föld nem otthonom, semmilyen szinten. Ez egy átmeneti állapot, ez egy állomás. Oké, egy rövid kis állomás. És aztán fönt, illetve a mennyben, az én otthonom. Tudod, mint ahogy C.S. Lewis mondja, hogy ez a Föld csak az előszó a könyv elején, és utána kezdődnek a fejezetek. És minden fejezet egyre jobb, mint az előző. Úgyhogy csak jó ígyen, jó ebben erősíteni magunkat, jó ebben bátorítani a másikat. Ja, hogy végülis nem erre a világról, vagy nem ide tartozok, nem húz ide semmi. És ezt mondja itt az egyenlős háromban, hogy nem ismer minket a világ, mert nem is a világban való vagyunk. Oké? Okay? Ez egy dicsőség, ha valaki azt mondja, mintha az ember nem is itt élne a Földön. Ja, mert tök sokszor van a felső szobában. Sokszor megerősíti magát ebben. Sokszor felkapja magát. És én hiszem, hogy minden hívőnek csak ez így melegen ott, hogy legyen a szívében. Ezt így ápolgatni, ezt a reményt. Igen, a mennyország, tudod, és nekem sokszor, nem tudom, hogy neked hogy van, de megérint az a gondolat, hogy egy nap szemtől szembe látod Jézus Krisztust. Ugye egy nap, amelyekbe leszel, nekem sokszor van, csak így, tudod, elbődöm magam örömömbe, hogy milyen dicsőséges ez, mennyire rendíthetetlen reménységünk van, a micsoda életünk van, tudod, hogy egyszer ott leszünk az Úrnál, és tudod, várom ezt, és izgatott vagyok, és ezt tudom mondani, mint Pál apostol, hogy nekem azért Krisztus a megválás nyereség, a legnagyobb nyereség, és várom, és melegen tartom a szívemben. A mennynek a képét, a mennynek a gondolatát, ezt a reménységet. Ja, úgyhogy vándorok vagyunk. Ja, és egyébként ezt még akartam mondani, hogy az 1 Péterben, csak Péter nem tudom, kétszer vagy háromszor legalább így szólítja a hívőket, hogy mint vándorok, oké? Okay? Mint vándorok, azt mondja, hogy félelme és jövevénységgel éljétek le, félelemmel és setegítsétek le jövevénységetek hátralévő idejét. Tehát azt mondja, a jövevénységetek, vándorságotok idejét. Oké, okay, félelemmel és setegítsétek. És aztán azt mondja, azt hiszem, ja, az 1 Péter 2-ben. És ami neked meg van? 1 Péter 2. Én most nem találom. Sanyi, neked nem van a korhoz. Az első lesz. Mi?
Na mindegy. Na, oké. Okay. Kilencedik? A... Ti pedig választott nemzetség. Nem, utána van valahol, hogy mint vándorok, mint jövevények, valami eset ír. Kélek tehát titeket, mint jövevényeket és idegeneket. 11-es vers, 1 Péter 2:11. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélekben harcolnak. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy a mennyi azonoságotok ellen harcolnak. Oké? Tehát Péter itt szólítja meg a hívőket, ebben erősíti őket, jövevények, vándorok. Hé, nektek megvan az örök otthonotok, oda vagytok gyökerezve. Oké, okay. És mondtam ezt egyszer-kétszer, ezt a képet, hogy tudod, egy fönnforgott fa vagyunk, tudod, lent van a lombunk, lent vannak a gyümölcseink, és a mennyben van a gyökerünk. Oké, okay. Ez egy egészséges hívőnek a képe. Fönnforgott fa. Oké, okay. Fönt van egy nagy-nagy-nagy gyökérzet. A szél szertágazó gyökérzet. És ide lefelé lóg a földre a fa, és itt vannak a gyümölcsei. Mennyből táplálkozik, a mennyből szedi a tápanyagot, és itt vannak a gyümölcsei, jó? Ilyen életünk, jövevények vagyunk, vándorok vagyunk. És egy nap nyilvánvaló lesz, hogy mivé leszünk. Egy nap nyilvánvaló lesz a mennyi azonosság. A jó ebben erősebb, hogy kicsit ám, nem? Nem. Oké. Okay. Köszönjük, Urunk, hogy...